Energetikai korszerűsítés kezdődött az úszodában és a sportcsarnokban. Felújítják a tetőt, hogy felrakassák a napkollektorokat és a napelemeket, illetve ledesre cserélik a lámpatesteket. Mi lesz, ha államosítják a szakrendelőt és a mostani üzemeltető minden gépét, illetve eszközét elviszi? Erről és a komáromi, illetve a Kenyérgyár utca felújításáról is beszélgetünk Ritter Gergely, BFS önkormányzati képviselővel, aki házi orvos is. És Csodavilág alkotóka zené és kézműves foglalkozásokat tartanak bölcsüseknek a Kamaraerdei Közösségi Házban. Jó estét kívánok! Megkezdődött az úszodai és sportcsarnok energetikai korszerűsítése. Első lépésben a létesítmény tetejét alakítják át, hogy aztán napelemeket és napkollektorokat telepíthessenek oda. A tető felújítására 276 millió forintot terveztek a költségvetésbe, a napkollektorokra pedig 40 millió forintot. Ezekkel a létesítmény melegvíz előállítására segítenek majd rá. Ezzel együtt kicserélik a lámpatesteket is energiatakarékos ledekre. Erre 36 millió forintot költenek. Íme a részletek. Hosszas tervezés és előkészítés után március végén indulhatott el a Városi Úszoda és Sportcsarnok épületében az energiakorszerűsítés a világító testek cseréjével. Ennek a folyamatnak az első lépcsője, első látványos lépcsője zajlik most a Úszoda Sportcsarnok épületében, ez a ledes lámpacserék, de nem ezzel indult a folyamat. Amikor szembesültünk azzal, hogy milyen energiárakat kell kitermelnie az Úszoda Sportcsarnoknak, akkor elindult a közös gondolkodás a BTG vezetésével, hogy milyen energetikai beruházásokat szükséges, lehetséges megvalósítani az épületen. A gondolatokat a tervezés időszaka követte, tehát az, hogy eldöntjük azt, hogy napelemeket szeretnénk föltenni, napkollektort szeretnénk föltenni, ugye ezeknek a műszaki feltételeit meg kellett teremteni, ez pedig a tervdokumentáció jelentette. Az előkészítő munkák során szembesültek azzal is, hogy az épület tetőszigetelése szinte teljesen tönkrement, a létesítmény több helyen is beázik, így először azt kell rendbe tenni ahhoz, hogy később napkollektorokat vagy napelemeket szerelhessenek rá. Ezért erre a munkára azonnal egy pályázatot írtak ki. A beérkező ajánlatokból a közbeszerzési bizottság már ki is választotta a legkedvezőbbet, így hamarosan meg is köthetik a szerződést a kivitelezővel. A lehető leggyorsabban április vége május első napjaiban megindulnak ezek a munkálatok. Amikor ezek elkészülnek, ezzel párhuzamosan lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást a napelem telepítésre és a napkollektorok telepítésére. Párhuzamosan történik az egész épületben, illetve a parkolóban is a nagyobb fogyasztású lámpatestek cseréje. Látható már, hogy az aulában meg is történtek ezek a lépések. A háttér részben, tehát az öltözőknél, folyosóknál, étteremnél, ott a napokban fog folytatódni. A szerződést megkötöttük a kivitelezővel, tehát az április hónap folyamán be is fejeződik. Jelenleg a legnagyobb költséget maga a tetőszigetelés jelenti. Ez több mint 300 millió forintos nagyságrendű. Több mint 7000 négyzetméter tetőfelületről beszélünk, és az elavult kátránypapíros szigetelés helyett egy műanyag szigetelést kap, amely 15-25 évig biztos, hogy nem kell akkor hozzányúlni. A ledek cseréje ennél jóval kevesebbe került a városnak, mivel csak a felújítás egyik részét kell nekik finanszírozni. A folyosók, közösségi terek és parkolók világító testeinek a cseréje 35 millió forintba kerül. A kézilabda csarnok lámpatesteit már a Magyar Kézilabda Szövetségtől elnyert 55 millió forintos keretből a Budaörsi Kézilabda Sport Non-Profit Kft. Cseréltetik ki. Most pontos lett a szövetségnek is, nem csak az önkormányzatnak az, hogy olyan csarnokok legyenek, amik, hogyha esetleg újabb hasonló gond lépne föl, még drágább lenne az üzemeltetés, akkor is fent tudjanak maradni, nyitva tudjanak lenni, folyamatos legyen a sportolási lehetőség. Ennek a keretében van most arra lehetőségünk, hogy a korábbi lámpatesteket kicseréljük egy fogyasztásban jóval kedvezőbb ledes megoldásra, ami ráadásul azért is fontossá vált, mert a következő évtől a mérkőzés rendezéseknek is szigorodik a szabálya, és ezek az új lámpatestek fogják tudni biztosítani azt a teljesítményt, ami ahhoz kell, hogy az első osztályban itt Budaörsön kézilabda mérkőzést lehessen játszani.
A sportpálya, a nézőtér és a színpad területén összesen 86 darab új lámpatest fog felkerülni. Ezek az új lámpatestek biztosítani fogják az 1000 lux feletti teljesítményt, amivel megrendezhetőek ezek a mérkőzések. Szeretnénk még a tavasz folyamán ezt megvalósítani, hogy körülbelül június közepe végére ezek már használatban legyenek, reméljük, hogy már hamarabb is sikerülni fog. És annyi lesz, hogy ez egy komoly tervezést fog igényelni, harmadolni fogjuk a pályát, kétharmadán edzés lesz, egyharmadán dolgoznak majd, kicsit módosítunk így az időpontokon, a délelőttöket próbáljuk szabadon hagyni a munkaerőnek, és így bízunk benne, hogy ebben a következő 2-3 hónapban gyakorlatilag ez teljesen átadásra tud majd kerülni. A tetőszigetelés befejezése után indulhat majd el a gázfogyasztás kiváltására bruttó 50 millió forintból a napkollektorok telepítése. A napelemeket viszont egy egészen új konstrukcióban építetnék meg a költségek csökkentése érdekében. A napelemrendszerek telepítésére pedig egy ESCO típusú közbeszerzési eljárást akarunk kiírni, ami azt jelenti, hogy nem az önkormányzat lesz a beruházó, hanem egy cég, aki megelőlegezi a beruházást, és egy bérleti jogviszony keretében béreljük vissza tőle a rendszert az átfutási idő alatt, és a bérleti díj az pedig a energia megtakarításnak az összege. Tehát az önkormányzatnak igazából nem kerül beruházás pénzbe, ez hasonló konstrukció, mint amit 6 évvel ezelőtt a város közvilágításánál tettünk meg. Ezek mellett elkezdték már a hőszivattyú rendszert is terveztetni. Ha sikerül azt is megépítetni, azzal lehet igazán gazdaságossá tenni a létesítmény üzemeltetését. Ma esti vendégünk dr. Ritter Gergely, aki BFS önkormányzati képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A 6-os számú választókerületben nyert mandátumot, ez a Baross és a Komáromi utca környéke. Egyébként pedig házi orvos, és mindig, mikor ilyenkor jön, akkor valahogy mindig elsikkad a választókerülettel, mert hogy mindig egészségügyi témákról beszélgetünk. Most ígérem, hogy fogunk a választókerületéről is beszélgetni, mert nyilván az is fontos, hogy az elfogadott költségvetés tükrében ott mi történik, vagy mi nem történik. De azért kezdjük az egészségügyel, ami az egész várost érinti. A képviselőtestület elfogadott egy határozatot, amiben nem adnák át a szakrendelőt az államnak, ugye az állam most vinni a szakrendelőket. De hát korábban elfogadtak egy határozatot arról is, hogy nem akarják átadni az iskolánkat, mégis vitték az iskolát. Nagy valószínűséggel viszik a szakrendelőt is. Mi lesz akkor utána? Mert hogy egyébként itt a szakrendelőt ugye egy magáncég üzemelteti társadalombiztosítási támogatással, hogyha azt mondják, hogy nem ő üzemeltetheti, akkor mindazokat az eszközöket, berendezéseket, amiket ő vásárolt már az épületbe, azokat el fogja vinni. Ha elviszi innen ezeket a műszereket, akkor nem lesz mivel a betegeket vizsgálni, akkor meg mit fognak mondani, hogy bezárják az egészet, és a betegek mehetnek Budakeszire, vagy a 11. kerületbe. Szóval mi vár Budaörsre? Hát az utolsó mondathoz kapcsolatban nem tudom, hogy Budakeszin lesz-e, bár mondjuk... Ott most épül, ott most épül, igen, egy elég nagy rendelő. Igen, fideszes vezetés van, úgyhogy lehet, hogy ott lehet. Na, szóval a lényeg az, hogy igen, azt gondolom, hogy igen. Tehát szóval összehasonlítva az iskolákkal, ami tényleg egy borzasztó dolog volt, hogy megépítettük ott az Árpád utcai kisegítői iskolát is tényleg milliókból, és aztán utána egész egyszerűen csak elvitte. És csak annyit mondok, hogy éppen tegnap beszéltünk róla, hogy gyakorlatilag mióta a klik megalakult, ugye azóta több mint 1 milliárd forinttal tartozik az önkormányzatnak, hogyha azt veszük, hogy az önkormányzat végeztette el azokat a karbantartási és egyéb munkálatokat azokban az intézményekben, amik a klik fennhatósága alá kerültek, és amire a klik nem adta ide a pénzt. Tehát gyakorlatilag átment a tulajdon, vagy átment a nem tudom micsoda az állami kézbe, ugyanakkor a fenntartás meg a karbantartás az megmaradt az önkormányzatnál, mert pénzt nem kaptunk rá. Most félő, ugye, hogy ugyanezt... Ugye a képviselő úr, hogy ezzel a másik oldal nem ért egyet, mert ők azt mondják, hogy 2010 óta annyi pénzt fordítottak az oktatásra, mint soha korábban. Csak az elmúlt 5 évben 1000 iskola újult meg, vagy bővült az országban. Hát ebből Budaörse nem jutott, na de hát itt olyan jó az iskolánk állam. Persze, hát igen, hát lehet ilyeneket is mondani, ugye hát végül is ugye a költségvetésünknek az egyetlen fix pontja, az a 4 milliárd forint, amit elvisznek ezzel a bizonyos szolidaritási alapnak becézett sarccal, ugye, amitből állítólag azokat az iskolákat támogatják, ahol erre szükség van, de olyannyira sikerül, hogy ugye nekünk már ebből nem jut semmi sem, tehát valóban, hogyha ezt veszük, akkor tényleg
sok pénzt tudtunk költeni. Mi lesz a szakrendelővel, és mi lesz a budaörsiekkel? Jelen pillanatban is nagyon sok probléma van, ugye a várólisták és a váró idő az nagyon-nagyon hosszú, és nagyon sokan panaszkodnak emiatt, ugye most már a laborba is időpontot kell kérni, és sajnos ott is 2-3 hetet csúszik a dolog. Hát ennek nagyon sok oka van. Ugye az első, az egyik az, hogy ami miatt így föltorlódott most a dolog, az, hogy az egynapos sebészet, ami tulajdonképpen eltartotta a szakrendelőt, mert ugye a TB támogatás az csak egy részét fedezi a működésnek, a szakrendelő működésének. A másik az az egynapos sebészetből befolyó pénzből, tulajdonképpen csoportosítottak át, hogy magát a szakrendelőt működtetni lehessen. Na most itt megváltozott a finanszírozási lehetősége a szakrendelőnek. Gyakorlatilag majd májusban áll vissza valamelyest a támogatás, ezt jobban tudja az igazgató úr, Zsákai igazgató úr. Én csak annyit tudok, hogy most ez komolyan megrengette a büdzsét a szakrendelőben, és ennek megfelelően ugye a várólista is nőtt, azzal együtt, hogy egy csomó orvos nagyon nehezen lehetett itt tartani, tehát meg kellett emelni a béreket, hiszen a magánegészségügy vonza a kollégákat, hiszen többszörösét kereshetik annak, mint amit az állami egészségügyben. Tehát az elsődleges cél az lenne, hogy megtartani az orvosainkat. Na most, hogyha államosítják, hogy akkor gyakorlatilag egy strukturális változás alakul, amitől nem lesz több orvos, és nem lesz kevesebb beteg. Tehát nem értjük, hogy mire ez a dolog. Én annyit személy szerint azt gondolom, hogy ha az lenne az elv, hogy ahol szükséges az észszerű átcsoportosítás, mondjuk egy vidéki kisrendelőben, ahol mondjuk 3 szakma van, vagy 5 szakma van, ott esetleg össze lehetne vonni, vagy érdemes összevonni a dolgokat úgy, hogy észszerűen lehessen kihasználni az orvosoknak a kapacitását, vagy a szakrendelőkben a működési kapacitás, de itt, ahol tulajdonképpen 20-valahány szakmának a működése biztosított a mi szakrendelőnkben, teljesen fölösleges ennek a megváltoztatása, legalábbis én szerintem. Úgyhogy nem tudjuk, hát szerencsére, illetve hát szerencsére nem tudjuk, hogy mennyi, mit fogunk ezzel elérni, de hoztunk egy határozatot arról, hogy nem szeretnénk le. Ugyanúgy, mint ahogy tudomásom szerint még a fideszes vezetésű fővárosi kerületek is ugyanígy foglaltak állást. Hát, meglátjuk, hogy mi lesz, nem tudom, hogy mit ér ez a határozat. Arról mi a véleménye, amit lehetett hallani, hogy a házi orvosoknak is úgy jár majd a pénz, hogy a prevencióval foglalkozniuk kell. Tehát, ha elküldenek egy beteget mondjuk vérvételre, mondjuk megelőző vizsgálatokra, mondjuk egy prostata szűrése, vagy egy mellrák szűrése, akkor majd több pontot kapnak, a több pont pedig több pénzt eredményez. De ilyen szűrésekre meg nem lehet elmenni, mert az elkövetkező 3 hónapra minden időpont betelt, a negyedik hónapra pedig még nem adnak időpontot. Akkor nem az a cél, hogy, bocsánat, hogy így fogalmazok, csak szívassák önöket? Hát ez nem csak kívülről látszik, így belülről is így érezzük. Ugye van ez az új indikátorrendszer, ami most 2023-ban lépett életbe. Elkezdtem nézegetni, hát döbbenetes. Szóval az a szép benne, hogy több pénzt nem ígérnek, viszont pénzt elvehetnek, hogyha úgy ítélik meg, hogy a működésünk nem az indikátorrendszernek megfelelő. Na most, ahogy mondtak szerkesztő úr is, ugye ha én most egy betegemet mondjuk pajzsmirigy vizsgálatra akarom elküldeni, akkor ugye március vége van, olyan november-decemberben van esélye az illetőnek, hogy bejusson egy endokrinológiai szakrendelésre. És ugye Ja, igen, az előzőhöz még csatlakozva, hogy a várólisták nem csak azért nőttek meg, mert hogy amit elmondtam, hogy ugye volt ez a finanszírozási probléma, meg orvosjány, meg egyebek, hanem azért is, mert hogy az indikátorrendszer most arra kényszeríti az orvosokat, hogy mondjuk laborba azokat is elküldjem, akiket esetleg nem akartam. Most ebben az a poén, hogy kb. 2 évvel ezelőtt jött egy olyan, hát nem is tudom, hogy rendelkezés, ajánlás, vagy minek mondjam ezt, amiben az volt, hogy ugyan nem büntetik azokat a házi orvosokat, akik sok laborvizsgálatot kérnek, de viszont azokat majd jutalmazzák, akik keveset. Most ennek megfelelően ugye minden hónapban kapunk egy listát, amin rajta van a NEAC-tól, hogy országos átlagban egy praxis mennyi pénzt költött laborvizsgálatokra, és ahhoz képest az én praxisom
mennyit költött. Hát én mindig 100 000 körülivel vagyok fölötte, de az az igazság, hogy ugye az én praxisom gyakorlatilag egy átlag 1500-as praxisnak majdnem a háromszorosa, és ehhez képest, de most tényleg ezzel nem volt még büntetés, és csak az ellentmondást akartam ezzel érzékeltetni, hogy ugye akkor az volt, hogy ne küldjünk laborba, most küldjünk laborba, úgyhogy most a laborosok azért kvázi szívnak, ugye, mert hogy már most zúdul rájuk a tömeg a pontok miatt. Szóval... Jó, csak ez azért érdekes, mert az autónkról is azt mondják, hogy tessék minden évben elvinni egy szervizbe, hogy nézzék át, hogy a szíjakat és a görgőket és a nem tudom, és cseréljük ki. A testünkről meg azt mondjuk, hogy oh, maga csak 40 éves, akkor maga nem lehet beteg, majd jöjjön vissza, ha elmúlt 65. Hát igen, ez is a másik része, hogy 46 éve vagyok, tehát 46 évvel ezelőtt végeztem el az egyetemet. Na most megértünk már egy pár ilyen egészségügyi reform tervezetet, ami mindig úgy indult, hogy na akkor az alapellátással kezdjük. És akkor ez azt jelentette, hogy valahol a minisztériumban, amikor még volt, minisztériumban az íróasztal mellett kitaláltak egy csomó mindenféle okos dolgot, ami azt jelentette, hogy rakás adminisztratív munkát még a nyakunkba sóztak, és aztán ezzel meg is állt. Tehát gyakorlatilag az egészségügyi reformok, ezek mindig itt meg is akadtak, ugye voltak ugyan kórházbeszárások, meg egyebek, de igazi nagy egészségügyi reform átalakítás nem volt. És most is ezt látja az ember, hogy most is kitalálták, hogy na most akkor lesz valami egészségügyi reform, és kezdik velünk, és aztán én azt gondolom, hogy ez itt meg is fog majd vagy el is fog akadni. Mi igen. Lesz az ügyeleti rendszerrel? Ugye már korábban beszélgettünk erről, akkor még csak nagyon elképzelések voltak, most már azért több helyen bevezették az országban. Egyrészt a budaörsi házi orvosok vállalnak majd ügyeletet? Lesz egyáltalán Budaörsön ügyelet délután 4 és este 10 óra között? Mert ugye este 10 és reggel között mindenképpen a mentőszolgálatot kell hívni. Bár ott is lehet, hogy nem mentőautó megy ki, hanem egy ügyeletes orvos, amit szintén egy házi orvosnak kellene ellátni. Szóval milyen lesz itt az ügyeleti rendszer? Hát ez megint egy kérdés. Ugye most az előző testületi ülésen ezzel kapcsolatban is volt egy állásfoglalás, és szerencsére ehhez a törökbálinti polgármester úr is, Elek Sándor is csatlakozott egy levéllel. Aki fideszes. Aki ráadásul fideszes, igen. És ő is azt írta, illetve azt kérte, hogy a mostani ügyeleti rendszer, ami gyakorlatilag 20 év óta működik, én úgy gondolom, hogy a lakosság általános megelégedésére működik. Egy 24 órás ügyeleti ellátás van. Ezt szeretnénk megtartani. Tudnék, hogy a változás az úgy néz neki, hogy a délután 4-től este 10-ig lenne egy ügyeletes házi orvos, aki ezek szerint a budakeszi járási központba kellene, hogy elmenjen, és onnan kéne este 10-ig ellátni a 11 települést, ami a budakeszi járáshoz tartozik, mondjuk Zsámbéktól Perbálig, Herceghalomtól Tökig, Telkig, meg hát ugye, ami ide tartozik. Már ez is egy nagyon furcsa elképzelés. Arra nem is beszélve, hogy ugye este 10-től reggel 8-ig lenne a mentőszolgálat, ahol is a diszpécser dönti el, hogy azt a mentőtiszt láthatja ezt a feladatot, illetve akkor az ügyeletes orvos, aki megint csak nem tudom, hogy ott fog ülni éjszaka a budakeszi rendelőbe, vagy otthonról fogják kiugrasztani, és akkor a mentő megy érte, vagy ő megy a mentőért, vagy szóval, hogy ez hogy működik, ezt megkérdeztem a mentősöktől is, hogy ezt ők se tudták. Arról nem is beszélve, hogy attól tartok, hogy hiába mondják ugye a közeli szakértők, hogy a mentősöket úgy fölpumpálták most, hogy biztos mindent ragyogóan el fognak látni, hát nem ez a tapasztalat. Lesz erre jelentkező? Mert ugye azt látjuk, ahol már bevezették mondjuk Győr-Moson-Sopron megyében, hogy nyilván nem írják alá házi orvosok. Én még nem éltem akkor, de olvastam, és nagyon érdekel ez a történet. Ez a békekölcsönre emlékeztet. Nem volt kötelező jegyezni, de aki nem jegyezett, annak aztán nem volt maradása. Igen, hát most ez is egy olyan dolog, hogy szóval tényleg ez is a rendőri gondolkodásra val, ugye, hogy na most akkor úgy meg fogunk büntetni. Könyörgöm most, hogyha a házi orvosok átlag életkora 60 év körüli. Ugye 700 betöltetlen praxis van Magyarországon jelen pillanatban. Még a fővárosban is van jó néhány. Ha jól tudom, körülbelül 500 körüli velem együtt a 70 év fölöttieknek az aránya.
Na most, ja, és a másik, hogy elnőjesedett a pálya. Na most, hogyha ezeket a intézkedéseket most tényleg ránk erőszakolják, akkor én azt gondolom, hogy azok a korombeli, vagy valamivel fiatalabb kolléganők, akik ugye gyerekkel, családdal, unokákkal, stb. Nem fogják, azt fogják mondani, hogy befejezik, kész, elmennek nyugdíjba, és megtehetik, hiszen sokan már 10 éve nyugdíjasok lehetnének, én is 8 éve lennék nyugdíjas. Tehát azt fogják mondani, hogy elmennek, és akkor ki fog helyettesíteni? Jelen pillanatban 6, azaz 6 darab 30 év alatti házi orvos van Magyarországon. Évente 250, tehát hogyha csak a természetes szelekciót veszük, nagyjából 250 új házi orvosra lenne szükség évente. Hogyha mondjuk mindenki elmenne időben nyugdíjba, vagy elmehetne nyugdíjba, és az ő pótlásukra. Ehhez képest évente 5-10 kolléga jelentkezik házi orvosnak. Akkor most meg fogják szüntetni, vagy azzal fenyegetőznek, hogy 30 ezertől 5 millió forintig büntetnek, és megszüntetik a szerződésünket, tehát gyakorlatilag akkor ki fogja ellátni a praxisokat. Szóval nem értem a logikáját a dolognak. Visszatérve, igen, hivatalosan ugye még Pest megyére nem vonatkozik a dolog. Majd jövőre, így van. Hát nem tudom, hogy addig hogy fog alakulni, csak nagyon halkan, hogy azt hallottam, hogy például volt olyan hétvége, amikor Pestről kellett 4-5 orvost delegálni Győr-Sopron megyébe, hogy el tudják látni egyáltalán az ügyeletet. Tehát... Meglátjuk, választókerülete. A Komáromi utca és a Kenyérgyár utca is megújul. Mit lehet tudni? Ez benne van a költségvetésben, de miről szól mindez? Tehát bontsuk ezt ki, kérem szépen. Ja, igen, hát ez egy... Több évre, sőt mondhatnám azt, hogy több ciklusra visszanyúló adósság, mert már nagyon régóta kérték a Komáromi utcában és a Kenyérgyár utcában lakók, hogy rendezzük a környezetüket. Most úgy néz ki, hogy ez megvalósul, hogy ez teljesen vagy csak részben, az megint attól függ, hogy mennyi pénz marad és mennyi pénzünk lesz a felújításokra. Ez azt jelenteni, hogy egy teljes felújítás lenne a Komáromi utcában, Kenyérgyári utca az még kérdéses. Annyi, hogy a felső résszel kell, tehát a Lévai utcától fölfelé eső egyirányúsított résszel kezdenék el a munkát, és aztán folyamatosan menne végig az utcában. Tehát ez teljes útfelújítás, parkolófelújítás, járdafelújítás és közmű felújítása járna. Csata utcai körforgalom zöld felület kialakítása. Most a kérdés az, mire vonatkozik? Kérdés az, hogy ott mi történik, milyen zöld felületet alakítanak ki, miért, most. Szóval mit lehet erről tudni? Hát annyi, hogy az átadás, a körforgalomnak az átadása az megtörtént, ugye az megvolt, és az, hát igen, hát utána, most már megvan a szerződés a zöld felület kialakítására, de az most van folyamatban, úgyhogy csak ennyit tudok mondani, hogy az meg lesz meg. Azt is lehetett hallani, hogy úgynevezett biodiversz növényeket ültetnek ide, tehát amelyek nem olyanok, hogy minden évben el kell ültetni, rengeteg vizet igényel az öntözésük, magyarul sokkal kevesebb költségből viszonylag szép lesz a körforgalom. Igen, hát én is így tudom, a kertésztől, aki ezt fogja csinálni, úgyhogy... Milyen beruházások lesznek még, amit én nem kérdeztem? Hát ugye 4 évre, nem, illetve 5 évre a ciklusra nem tudunk tervezni a jelen állapotban. De ebben az évben most ez, amit beszéltünk? Igen, ebben az évben ugye a Komáromi utca lenne az én körzetemben, ami fontos. A másik lenne, hogy a Kötő utcánál van ugye eléggé kis, ott egy nagyon széles úton tudnak csak átmenni a gyalogosok, úgyhogy ott lesz egy olyan gyalogátkelő, aminek lesz egy középső járda pihenője, hogy ugye meg lehessen állni, és biztonságosan át lehessen kelni. Ez a fő úton, igen, és hát ami oda nem épül okos zebra? Mert ugye a törökugratói részen készült okos zebra, ami úgy tűnik, hogy nagyon bevált. Volt itt a rendőrkapitány, és azt mondta, hogy az jó figyelemfelhívót, azóta nem történt nagyobb baleset. Hát nem tudom, hogy az okos zebra az benne lesz ebben a projektben, mert hogy úgy tudom, hogy ez a közútkezelőnek is van beleszólása tekintettel, hogy a 100-as út az nem Budaörs tulajdona, hanem a közútkezelő.
Hát a másiknál is azt mondta a közútkezelő, ha akarja, a város csinálja meg, ő hozzájárul. Igen, hogyha a város ad rá pénzt, akkor megcsinálhatja. Igen. Ez valószínűleg itt is így lesz. Úgyhogy a másik nagy beruházás az a Kossuth-Lajos utcáról nyertünk el egy pályázatot. Ennek a kivitelezésére most van a pályázat, most írták ki a pályázatot. Ott is egy komplett felújításról van szó. Annyi csak, hogy a minden fel lesz újítva, csak a vízelvezető árkok maradnak nyitva. Ez nem tudom, gyakorlati okai vannak, ezt a műszaki emberek jobban meg tudják mondani, hogy miért lesz így, de ez is egy hát nagyon várt felújítás. Úgyhogy ez gyakorlatilag a körzetem van a nagyobb. Tudtunk beszélni a körzetéről is, igen, annak ellenére, hogy főleg egészségügyi, igen, dolgokról beszéltünk. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm a lehetőséget. Zenélnek, mondókáznak és egyszerű kézműves foglalkozásokat is csinálnak a bölcsés gyerekekkel a Kamarerdei Közösségi Ház rendszeres alkalmain. A Csodavilág alkotóka olyan babamama foglalkozás, amely a Segíts nekem, hogy magam csinálhassam elvre épül. A közös alkotás, játék, zenélés mind a baba, mind a szülő számára öröm és persze fejlődés. Segít a külvilág és a képességek felfedezésében. Örülünk, hogy eljöttetek, kedves gyerekek! A Csodavilág alkotóka köszönt titeket! Örülünk, hogy eljöttetek, kedves gyerekek! Dallal köszöntötték a legapróbbakat a Csodavilág alkotóka húsvét előtti foglalkozásán, ahol stílusosan Nyuszi és barátai várták a bölcsődéskorú gyerekeket, akikkel főleg a dalok segítségével indultak el a foglalkozás vezetői Kánya Adrián és Nógrádi Gergő egy sajátos, közös utazásra a Mesék Birodalmában. Szólunk a napocskának, hogy kísérjen el minket és segítsen az utunkon, és kedves anyukák és gyerekek, arra kérlek benneteket, ha ismerős dalt hallottok, akkor bátran érekeljétek felünk. Süss fel nap, fényes nap, kedd meg alatt a lunaid megfagynak. Süss fel nap, fényes nap, kedd meg alatt a lunaid megfagynak. Nálunk ugye a legkisebb korosztály jön el a foglalkozásra, ide a Csodavilág alkotókába, és zenélünk, mondókázunk, ritmusokkal foglalkozunk. Ugye alapból otthon is, amikor már a gyermekek ugye otthon vannak, megszületnek, anyával vannak, ugye a zene az mindig átszövi a gyermekek és a családok életét. Ugye mi ezzel egy plusz hozzáadott értéket teszünk, különböző hangszereket szólaltatunk meg, különböző tematikájú ugye dalokat, verseket, mondókákat, és bevonjuk a gyermekeket a játékba, és meg a szülőket is, hogy énekeljenek velünk, és ugye együtt tudunk fejlődni. A dalok mellett természetesen kisebb feladatokat is kaptak a gyerekek, akik ezek többségét a szüleikkel közösen végezték el. Volt, amelyik alapvetően a ritmus érzéküket, a mozgás kultúrájukat fejlesztette, és persze voltak olyanok is, amelyek kimondottan a szülő-gyermek kapcsolatot mélyítették el. Nekem a kislányom jelenleg most 2 éves, én már 5 hónapos kora óta járok ezekre a foglalkozásokra, nagyon-nagyon szereti a kincs, én úgy látom, hogy nagyon sokat fejlődött, szereti a mondókákat, egyre többet beszél már, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos a gyerek fejlődése szempontjából, hogy ilyen foglalkozásokra jár. Mi volt az a motiváció, ami először ide csábította a családot? Hát igazából hallottam az interneten és Facebookon, és Adriántól is hallottam, hogy nagyon-nagyon jók ezek a foglalkozások, és úgy gondolom, hogy mind a gyermek, mind a felnőtt részéről is egy pozitívumot jelent. Oda nézzetek! Itt egy nyuszika! Itt volt végig a nyuszika. Igen! És én nem vettem észre? Ó, nézzétek, milyen szép nagy bojtos füle van, én csak most lenézem.
És hogy hegyezi? Tudtok nyuszi fület csinálni? Képzeljétek, eszembe jutott erről egy mondóka. Nézd csak, nyuszi füllét hegyezi, nagy bajuszát pödöri, répát eszik, rop, 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 nagyot ugrik, hop, 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 hop. A mondókák és dalok mellett természetesen nagyon hangsúlyos volt a játék és a mozgás, amelyet most is közösen végeztek a szülők és a gyerekek a foglalkozás vezetőivel. Ott robog a kicsi kocsi, rajta ül a harragosi ding-dong, diri-dongó. Aki borul, az a kocsi, lerepül a harragosi ding-dong, diri-dongó. A program második részében már előtérbe került az alkotás, ahol mindenki elkészíthette a saját nyusziát Adrián instrukciói alapján. Ez az alja, jó, és ezt a nyuszika fejet kell majd itt alul beragasztózni, ezt ide rakod középre. És vannak ilyen karikák itt, ez lesz majd a kis keze, jó, két karika. Veszel elő annyi levelet, amennyit szeretnél neki, jó, a répának, majd kiválasztátok, hogy mennyi levelet szeretnétek fölragasztani, bátran abból is lehet, és a fülecskéjét kell majd fölragasztani még, jó? Hoztam ceruzát, a ceruzával lehet megrajzolni a répának így a gyökérzetét, ha, meg a mancsát. Kettő vonalat kell körönként, de lehet több is. Miután minden gyerkőc anyukája segítségével elkészítette a saját kis alkotását, szabad játék következett a Montessori hagyományok alapján. Hétközben ez volt a TV2040 Budaörsi magazinja szerdán este. Most jön a Sportárs című műsor, maradjanak velünk, ha csak tehetik. Ha pedig írnának nekünk, akkor az e-mail címünk az, hogy tv2040@tv2040.hu, de tudják, ott vagyunk a Facebookon, és ott is várjuk üzeneteiket. Mára én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!